Te mire akarod a jelenleg rendelkezésedre álló idődet okosan kihasználni? Ez itt a Keddi Inspiráció Pongor Juhász Attilától. A kezembe került egy amerikai kutatás, amit az elmúlt hetekben végeztek. 2200 otthon home office-ban dolgozó, illetve karanténban lévő embert kérdeztek meg, milyen terveik vannak. És ami megragadott, az az volt, hogy 60%-uk azt nyilatkozta, hogy a végére, ennek az egész koronavírusos tusznak a végére szeretnének egy új készséget, vagy egy új szokást kialakítani. Mik lehetnek ezek a szokások? Például van, aki a nyelvtudását akarja fejleszteni. Van, aki adott esetben jogázni akar megtanulni, vagy festeni, rajzolni, énekelni, táncolni, vagy bármi más. Az én kérdésem hozzád az, hogy te gondolkozz el. Ki tudja még ez hány hétig tart, nem tudjuk, de van egy csomó szabadidőnk, sokkal több szabadidőnk van, mint eddig volt. Mi lenne az az okos dolog, amire az idődet ki tudnád használni, hogy a végén több legyél, jobb legyél, gyorsabb legyél, hatékonyabb legyél, mert az egész koronavírusos válság véget ér. Szóval ez a feladat számodra. Gondold végig, tűzél ki egy célt, csak egyetlen egy olyan új készséget vagy szokást, amit már régóta gondoltál, eddig halogattál, de most eljött az idő erre. Ha tetszett, akkor küld tovább ezt a napi inspirációt azoknak a vállalkozó barátainak, vagy ismerősének, rokonainak, akik szintén fontos, hogy erőt merítsenek, ötleteket kapjanak ahhoz, hogy hogyan tudják a jelenleg rendelkezésünkre álló időt a legjobban kihasználni. És ne felejtsd, minden perccel, minden órával, minden héttel közelebb vagyunk ahhoz, hogy újra együtt, szabadon tudjuk ünnepelni, hogy imádunk vállalkozni.